akkor most kocincsolj! Boldog születésnap volt a Bónusz Brigádnak, és mindenkinek, akinek ma van a születésnapja, és egészségetekre! Én a Bónusz Brigádon rengeteg mindent vettem már igénybe, voltam romantikus hajózáson, vettem már fogkefét. Nem röhög. Igénybe vettem egy wellness hétvégét, ahol nagyon jól éreztem magam. Kirándultam, húgommal város néztünk. Most a Blahanúz koncert miatt vagyunk itt, erre vettünk könyveket, Bónusz Brigádon keresztül. Öt és fél évvel ezelőtt a Gáborral iszonyan beugtunk, és a Gábor azt mondta, hogy csináljunk egy online céget. És én azt mondtam, hogy ennek semmi értelme, mert se ő, se én nem értünk ehhez, de ő nagyon ragaszkodott ehhez, ezt passzív agresszivitásnak hívják egyébként a pszichológiában. Köszönöm szépen. És ebből lett a Bónusz Brigád. Egyetlen egy dolgot tűztünk ki célul, az, hogy egy olyan dolgot csináljunk, ami nagyon jó. Csodálatos feleségeink vannak, akik elviselik azt, hogy sokat dolgozunk. Nagyon szépen köszönjük Zuzanának és Edinának, mert az ő támogatásuk nélkül nem lehetnénk most itt. Én mostan annyit szeretnék mondani, hogy ha itt körülnéztek, akkor vagy Bónusz Brigád kollégákat láttok, vagy Bónusz Brigád partnereket láttok, vagy Bónusz Brigád vásárlókat. Ezért érdemes céget csinálni. Köszönöm szépen! Most pedig mindenki által láthatatlan módon jelet adok Tibinek, hogy hozza a tortát. És kacsincs hozzá az, hogy... És szeret... Tibi most gyere, Tibi, gyere, Tibi! Azt szeretem bennük, hogy emberi léptékkel haradnak előre, és emberi szempontból közelítik meg azt, amit csinálnak. Volt egy-két masszázs. Szerintem ez egy nagyon jó cég, mert kedvezményeket hoz mindenkinek, és jól jár a vállalkozó is, és a felhasználó is. Nyitva a lélekból, nincs kirakat, csak a felirat. Félre az összes gond, jön az öröm és megy az unalom. És azt mondták, hogy amit mi képviselünk, az eléggé, az a lehet azonosulni, és ez a Bónusz Brigádnak is az üzenete lehet. Ilyen Bónusz Brigád kompatibilis zenekarnak gondoltak minket, tök pozitívban fogadtak minket, tök lazák voltak, tök jó fejek, és akkor úgy jött ez, hogy ők minket akkor támogatnának nagyon szívesen, és akkor cserébe mi pedig megírtuk az Érezd Jól Magad című dalt. A mi zenénk is erről szól, hogy szeretnénk az embereket kikapcsolni, szeretnénk, hogyha jól éreznék magukat, és mint ahogy a Margit sziget Budapesten, ahogy kikapcsolódni járjanak a koncertjeinkre. Tudjak versenyezni, és hogy minél több versenyet tudjak elindulni, és az őszüleimet tudjam megpróbálni, hogy miben vagyok igazán. Én igazából azért nem tudom elmondani, mert annyi féle van, mindenki megtalálja neki valót, úgyhogy szerintem van benne minden. Én nem tudnék olyat mondani, mi hiányzik belőle. Meg sport, ha több lenne rajta. Sítani, szíjenek. Ha az jut eszembe, hogy ajándékot akarok vásárolni a családomnak, akkor felmegyek a Bónusz Brigádra, megnézem, és olyan ötletek jutnak eszembe, hogy amikre nem is gondoltam volna.